Lent vannak a búvárok. A szerkezet útban van feléjük. Karl, gyere már ide, gyere! Kezdek szédülni. Most ne hagyd el magad, már engedik a rudat! Ez az, lass meg, hallod? Igen! Nem megy, félek! Most! Segítenetek kell! Félek! Gyere már ide! Nem tudok! Gyere, segíts! Milyen ilyen van? 800 lábnyira! Szerkezetet kiengedni! Állj! Pont alattatok van! Ide! Gyere, gyere! Mi a... Ide, gyere! Elszabadult! Lezuhan! Karl, vigyázz! Elszabadult! Karl, elszabadult! Vigyázz! Fel kell hozni őket! Már késő! Nem tudjuk elérni őket! Karl, vigyázz! Gyertek ide gyorsan! Szerez új búvárt! Mit nem lehet ezt a nézteni? Gyerünk, gyere, csinálj már valamit! Na várjuk csak! Remek srác volt! Tudta mi az ábra! Elúszhatott volna, de pánikba esett! Most mi legyen? Elvállaltam a munkát, és meg is fogom csinálni. Ilyen mélyen még soha nem tettünk be sapkát. Nem lehet megcsinálni, főleg nem olyan gépekkel, mint amilyet a vállalat adott. Ben, régóta ismerlek. Ezért megmagyarázom a döntésemet. A kút túl mélyen van. Túl gyorsan halad. Ne szövegelj ennyit! Mondd meg neki, hogy lelépünk! Elegünk van belőle! Úgy bizony. Ha valaki meghal, vesz helyette másikat. Senki se kívánhatja tőlünk, hogy így dolgozzunk. Csak annak esik baja, aki hibázik. Na igen, te könnyen beszélsz. A haditengerészetnél csak 500 lábig mentél le. Olyat kérsz, amit te nem tennél meg. Így, és ha rád hallgatunk, akkor mi is úgy végezzük, mint Karl. Tűnj innen! Csomagolunk, Ben. De nem fogsz olyat találni, aki neked vagy a vállalatodnak dolgozna. Gyilkosok vagytok. Te is mész? Nem, de így nem folytatom. Három búvár! Három remek ember! A lángoló tenger.
Nos, mi történt? Pánikba esett. Lemerevedett és ráesett a szerkezet. Én nem arról a búvárról beszélek. Róla már elolvastam a jelentést. Úgy hallom, leléptek a búvárjaid. Így igaz. És nem tudnád visszahívni őket? Nem. Szerintük túlhajszolod őket abban a mélységben. És igazuk van. Te kinek a pártján vagy? Senki én. Én a munkát vállaltam. És le is léphetek, ha azt akarod. Laforge? Úgy is tudod, hogy nem hagyod félbe ezt a munkát. Minél nehezebb a feladat, annál jobban érdekel. Ha akarnánk, se tudnánk elvonszolni innen. Tehát most miért játszod meg itt az eszed nekem? Mert nélkülem semmire se jutnátok. Miért akadékoskodsz folyton? Talán csináld nélkülem. Figyelj! Régen én is búvár voltam. Ne itt, hogy az ellenséged vagyok. Egy frász, akkor sem ész víz közelbe, ha zuhanyozol. Rendben. Nem kedvelsz, én se kedvellek téged. De amikor elvállaltad, azt mondtad, meg lehet csinálni. Meg lehet, ne! Ha lassabban csinálnánk! 250 milliót fektettek ebbe a taranyba. És minden nap, míg nem termel, 200 ezer dollárt veszítenek. Papíron remek az új menetrended, de nekünk ott kint csak hibákat és sérüléseket okoz. Nézd, semmi értelme menetrendről beszélni, ha még búvárjai sincsenek hozzá. Ezek kemény fiúk voltak. Na és most? Honnan szerzünk embert, aki ilyen mélyre lemegy? Mindegy, hogyan, csak intézzem el, igaz? Igen. Akkor pofad be! Csak, rég láttalak. Ez egy volt haditengerészeti hajógyár, most ez lett a kiképzőbázisunk. Nem túl szép, de ez van. Na és a fiúk? Ők milyenek? Van itt mindenfajta. Minden valami eszedbe jut. És neked ez jobb, mint a tengerészet? Időnként észre sem veszem a különbséget. Na jó, srácok, álljatok le! Gyertek ide, beszélnünk kell! Hagyjátok abba! Ez itt Ben Laforge. Együtt szolgáltam vele. Ő volt a fogfájás, fog nélkül. Még ma is kemény egy ember, de őszinte lesz veletek. Ben irányítja a búvárokat a Prometheuson. Ez a valaha megépített legmélyebb tengeri fúrótorony. Szüksége van pár remek búvárra, akik lemennének akár 1000 láb alá is. Na és mennyivel 1000 láb alá? Mondjuk 400-szal. És mennyit fizet? Ez Pembroke. Ő csak is a pénz érdekli. A nyomor is te jelzése, hogy egy senki vagy. Uh-huh. A készpénz a szegény a hitelkártyára. Napi 1000 dollárt kaptok. És ha a megadott 45 napon belül működésbe helyezitek a tornyot, fejenként még további 10 000 dollárt. Nem zavar, hogy rabok vagyunk? Nekem búvár kell. Nem érdekel az életük, a bőrszínük, a múltjuk. Csak az, hogy mennyire jó búvárok. Hol ez a hely? Egy festői kis falu Dél-Amerika partjainál, nem messze pár nagyon szép trópusi szigettől, melyet garantálom, hogy nem fogtok látni. Van ott néhány aktív földrengés törésvonal, korallzátony, kiszámíthatatlan dagá és vég nélküli munka. Értitek már? A torony maga egy börtön, de korán sem olyan kellemes, mint ez itt. Ugye mondtam, a foga a legpuhább testrésze. De ha sikerülne, nem csak pénzetek lesz. Ez olyan élmény lesz, mely keveseknek adatik meg. Na és ha nem? Többen meg fognak sérülni. Lesz, aki bele is hal. Garantálom, hogy mindegyikötök vissza akar majd térni ide. Tehát ez van. Ha nem tetszik, ne jelentkezz. Ha hibázni szoktál, ne jelentkezz. Ha úgy jelentkezel, hogy nem vagy biztos a dolgodban, azt kapod, ami jár.
Akit érdekel, itt marad. A többiek elmehetnek. Nos, azt már tudom, hogy nincs eszetek. Csak pár ember kellene. Próbára tehetem őket? Hát csak rajta. Tudom, hogy mind értetek a búvárkodáshoz, de a motivációt nem lehet megtanulni. Nekem olyan kell, aki nem hagy cserben. Az jön, aki a legtöbb fekvőtámaszt csinálja, aki a legtöbb hosszú ússza. Lássatok hozzá. Le! 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 Vacsorát is hoztál? Le! Miért? Le! Mert ezek sokáig bírják. Le! Ezt hogy érted? Le. Ezek itt a világ legjobban képzett búvárjai, mert itt van valami, ami semmilyen más búváriskolában nincs. Idő! Le. Biztos ki tudom vinni őket? Le. Ha állásuk van, feltételesek. Le. Le. Hidd el, nem szívességet teszek nekik. Le. 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 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215. Feladom. Haver, te megőrültél. Megfelel. Zsúfolt napunk van. Sikerülni fog! Kapd el! Nem, megcsinálom! Nézze az Istenit! Engedj el! Megcsinálom az Istenit! Pedig sikerült volna. Megcsinálom. Sikerült volna. Ne aggódj, Csi. Sikerült. Kevés ilyen van, mint te. Köszönöm. Én duplát kérek. Kösz. Miért vagy itt? Fegyveres rablás. És miért tetted? Pénzért. És te? Embert öltem. Miért? Mert nem tetszett. Te se tetszettél neki. Na és te? Mire tippelsz? Agyonütött egy indiánt. Sértegette az anyját. Emberölés. Ő más, mint mi. Igen, és mennyiben? Reménytelen. 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 Miért beszélsz ilyen furcsán? Én az Amerikai Egyesült Államok fővárosából jöttem. Brooklyn.
És ez mióta bűn? Miért vagy itt? Gyerekkoromban a Robin Hoodon nőttem fel. Na és te? Semmi. Akkor miért vagy itt? Ártatlan vagyok. Ha ártatlan vagy, és mégis itt vagy, akkor valamit elhibáztál. És ha hazudsz nekem, akkor nincs szükségem rád. A többi jöhet. 45 nap alatt kell végeznünk. Feltételes szabadlábon vagytok. Ha elszúrjátok, visszajöttök és le fogjátok tölteni a hátralévő időtöket. Ne feledjétek! A ti kinti viselkedésetektől függ az, hogy a többiek is kaphatnak-e később munkát. Sok szerencsét. Bár én is vehetnék. Haver, ez egy dzsungel. Ki ez a hely? Island Marine olajtársaság. De melyik kormány? Island Marine. Szé, haver! Azt mondtad, egy trópusi paradicsomba megyünk. Ez trópusi. A paradicsomot képzelt hozzá. Ezt a helyet kifelejtették a szőnyegbombázás. Ez nem a világ vége, de már látható innen. Oda rész, tele van pinyét. Itt várjatok. Azt hiszem, yeah, mit csinálsz? Figyelj! Ez nem neked. Hé! Mi van? Gyere a főnök. Jaj, Csini babba. Ne pofázz, nem neked. Én csicsó ez. Én szeretném. Hey, Fina. Hello, amigo. Szevasz, Ben. Mi újság? Semmi különös. Na és veled? Semmi se változik. Ezek itt készőrültek, mind fújja magáét. Mindenkinek megvan az oka, hogy kimenjen a toronyhoz, mi? Mármint ő. Hát persze, hogy ő. Nem rossz. Kútfúrónak elég csinos. Kútfúró? Viccelsz. Az olajtársaság felbérelt valami reklámcéget. Készítenek egy, hogy is mondják, dokumentumfilmet? Pont ő. Gondolom, hogy az egyik jutalom, akiről beszéltek nekünk. Mi van? Sajnos lekéstük a dagályt. A természet nem olvast el a munkaterveteket. Te meg én már tudjuk, hogy a hajó csak a következő dagálykor jön be a kikötőbe. És akkor egyszerűen átküldjük Miami-ba, rendben? Majd onnan tovább vigyák. Rendben. Ó, William, legyen elég hosszabbítód, és ne felejtsd el az elosztót. Szóval filmet forgat. Igen. Rólunk? Be a többi közé, igen. És akkor még egyszer nézzétek át, hogy... Nem hinném, hogy a mi munkánk érdekelne olyas valakit, mint maga. Úgy tűnik, az embereket félretájékoztatták az Island Marine-ről. Elegük van abból, hogy ellenségként kezelik őket. A mi dolgunk, hogy javítsuk az imázsukat. Készítünk néhány rövid reklámfilmet arról, hogy micsoda remek dolgokat művelnek maguk itt. És pontosan mi baja van, Mr. LaForge. Maga szerint ilyen a munkaruhánk? Most jöttem New Yorkból. Az igazat megvalva, inkább öltözködöm úgy, mint egy New Yorki az olajmunkások között, mint egy olajmunkás New Yorkban. És most 17 órás repülés után maga hál' Istennek megjelent itt, hogy jó napom legyen.
Oké, fiúk, irány a hajó. Tehát úszunk egyet. Amit nem bírtok el, itt marad a következő dagáig, és amikor bejön a hajó, majd utánunk hozzák. Fogd meg! Jöjjön, szenyorita! Adj ide kezét! Jöjjön! Ez az! Ez az! Segíthetek? Szépségeim! 30 percetek van borotválkozni, zuhanyozni, enni és elkészülni. Aki elkésik, búcsút mondhat fél napi fizetésének. Honnan vettem azt, hogy már nem vagyunk börtönben? A sitten nem kaptál fizetést, igaz? De legalább megfizettem neki. És vesztettél ezért, hogy itt? Jó reggelt! Most, hogy aludtatok és ettetek, gondolom várjátok már a munkát. Jim McKinley-t már ismeritek. Legyetek kedvesek hozzá, mert ő kezeli az oxigén tartályaitokat. Gondolom, mind tudni akarjátok, mi történt, ezért őszinte leszek veletek. Essünk túl rajta. Mivel ez nem tetszett. Hát levágtam. A feladatunk az, hogy befejezzük a vezetéket, mely a torony tetején levő kútfejtől elszállítja az olajat. Le az egyik oldalon, 8 lábnyira a sárvonal alá, és onnan a partra. Már fúrják a kutakat, és készen kell lennünk, mire jön az olaj. A menetrend szerint még 44 napunk van. Ha ők érnek oda előbb, ugrik a jutalom, nekem meg a szerződésem. Ha ti értek oda előbb, a fúrók vesznik el a jutalmat. Jót ne várjatok tőlük. Jim? 100 lábig levegővel dolgozhatunk. 200 lábnál jön az oxigén és hélium. 600 lábnál jön az oxigén, hélium és nitrogén keveréke. Továbbá a telítődési övezetben leszünk, és a dekompressziós kamrában lakunk majd. Hol van a többi búvár? A tapasztaltak. 1400 lábnál nincs tapasztalat. A konyaktornyot a mexikói öbölben 1200 lábnyira fúrták, eddig ez volt a legmélyebb. Azt kérdezte, hogy hol a többi búvár? Ti vagytok. És ennyi prédikálás után, te hol leszel? Lent veletek. 20 perc múlva lemerülünk. Na ne! Ez hogy érted, hogy lemész velük? Szerintem érthetően mondtam. Ahhoz fiatal vagy, hogy orvos légy, az ilyen idős baseball játékosok meg már abba hagyják. És az 1400-as merülés sokkal keményebb, mint a baseball. Szükségük van egy tapasztalt búvára. Csak azért, mert a régi csapat olyat kért, amit nem akartál megcsinálni? Ne csak készülj fel! Lefors? Úgy tudom, már ismered Miss Geigert. A reklámot készít a vállalatnak. Szeretné lefilmezni, mit is csinálnak a búvárjaid. Elnézést, hölgyem, de nincs időm ilyen butaságokra. Lafors, ez a reklám létfontosságú a vállalatnak. Ahogy a munka is az. Nem kérünk, hanem utasítunk, hogy működj együtt vele. Ő majd mindent elmagyaráz. Ennek meg mi baja? Mindig ilyen? Nem mindig ilyen udvarias.
Jim McKinley. Miben segíthetek? Helen Kiger. Szeretném meginterjúvolni az embereit. Rendben. Rendben, ha hallottak, emeljétek fel a jobb kezeteket. Tehát, ahogy lejön a cső, össze kell illesztenünk. Még rengeteg a munka, úgyhogy ha kell a jutalom, igyekezzetek. Hé, Romano, nem akarnál segíteni egy kicsit? Hé, ústorony! Nesze, fogd meg! Segíts már, hallod? És azt tudja, hogy mit követtek el? Ha akarja, kérdezze meg, én nem akarom tudni. Látom, hogy mindegyiknek van fülbevalója, vagy valami ékszer a fülében. Ez börtön divat? Ez búvár hagyomány, a régi időkből való. A búvárnak azért van drága kő a fülében, hogyha meghal a víz alatt. A társa egész biztosan a felszínre hozza, hogy szép temetése lehessen. A követ meg megtartja. A búvárok nem akarnak hal eledellé várni. Én leszek a főnök, te meg az indián. Jól le? Akarsz valamit, tök mag? Hello, szépségem! Frank Pembro vagyok, de szólítottak már másnak is. Tehát mit akar tudni rólam? Mindent. Jó ember vagyok, ezt mindenki tudja. Meg jó képű a lányok szerint. De a bíró szerint mi haszna vagyok? De mit ért hozzá? Általában, ha rám néznek, összeadják az egyet meg egyet, és kijön a 11. És mi az a tengerben, ami miatt búvár lett? A tenger. A színe? Zöld. Pénz. Pénzért bármit megteszek, ilyen vagyok. Ezért csitteltek le, mert pénzt loptam. Most meg hírbe hozom a bűnözőket, mert dolgozom. Tudja, 180 fokos változáson mentem át. Maga vallásos? Én? Egy frászt. Az Úr nem szól hozzám. Mármint, ha van Isten. Mi lenne, ha rákos lenne, és azt mondanák, hogy az ember akarata. Ennyi. Hogy a fene eszembelé? Most mi a fenéhez kezdjek ezzel? Most mi a gond? Lerobbant a hegesztő, javíthatatlan. Újat kell hozatni. Két napot veszítünk. Na és a másik hegesztő? Nem, az egy rektifikáló egység. A búvárok nem dolgoznak ezzel. De működik, ugye? Ja, igen. De ha netán elromlik, 400 voltnyi áramot vezet beléjük. Irányíthatatlan. Na jó, használd. Nem romlik el. Hé, ismeri Laforge-ot. Emiatt mindent leállít. Csak az van, amit ő mond. Nézd, én irányítom itt a munkát. Laforge csak egy egyszerű úszómester. Indíts be a dízelt a főegységen. Hadd higgye, hogy onnan jön az áram. Rajta. Nem veszíthetünk két napot. Ha? Nem tudsz erősebbet ütni?
Rajta csap le! Ez az! Gyere! Találtak néhány gyenge futat. Úgyhogy azokat újra kell illesztenünk, mielőtt az állami ellenőrzés lezáratna velünk az egészet. Ez megint időveszteség, úgyhogy ne szórakozzatok. Kinek van kedve szórakozni ott lent? 300 láb mélyen leszünk, úgyhogy héliumra és oxigénre váltunk. Csapatokra oszlunk, hogy ne legyünk lent sokáig, de tartsátok magatokat az észszerű tempóhoz. Csak nem attól félsz, hogy megerőltetjük magunkat. Te is jössz, mester? Igen, ott leszek. Volt egy bátor és merész, kedves ifjú tengerész, ütött kopott kis hajón útra kész. A folyton lemész velük, egész nap a kamrában fogsz utazgatni. Mehet? Adnánk, mióta vagy kotlós csúk? Tehát akkor vedd fel, ahogy beszállnak a harangba. Majd kövesd, ahogy vízre engedik, és ha már lemerült, a víz alattival fogjuk venni. És ráközelítünk az ablakra. Mi a fenét csinál? Lefilmezzük, hogyan dolgoznak a víz alatt. Megengedték. Én nem engedtem meg. Nézze, távirányítós kamerát használunk. Nem fogunk zavarni vagy lelassítani a munkát. Ne kerüljön az utamba, mert a fenékre küldöm. Mindig ilyen, ha kedvel valakit. Akkor milyen lehet, ha nem kedveli? Ne akarja megtudni. Mivel a búvárok olyan mélyen vannak, hogy a vízben nem lehetséges a dekompresszió, búvárharangot használnak. A búvárok lent maradnak a mélyben, és a dekompresszió később a felszínen következik be. Ne vagyok nyűgözve. Látta már, mi lesz, ha nem dekompresszálnak? Mintha forró napon nyitna fel szénsavas italt. A vérük buborékká változik, és szétrepeszti őket. Egyes és kettes harang leengedve. Ez 300. Jól van ez, főnök? Jó, de ne beszélj hegesztés közben. A francban. Ez ki volt? Hajt abba! Ne szórakozz, Isten! Bemru, ha kevesebbet dumálnál, talán sikerülne valamit csinálnod is! Hé, főnök! Ez olyan, mint amíg a polgárháborút vívnám! Valami nem stimmel vele! Adjatok még rá! Akkor gyorsabban végzek vele! Bemru, ne állj a fenék és a láng között! Ellenőrizd a hegesztőt! Bemru! Ne nyúlj hozzá! Felviszem! Hívjátok az orvost! Mi van? Vidd a harangba! Hadd majd én, folytasd a munkát! Úgyse tehetsz semmit. A munka a fontos. Majd én elintézem. Várj be, hallod? Rajta! Felhúzhatod! Húzzátok! Mozgás! Hozd már fel! Hát...
Dios nuestro siempre misericordioso y dispuesto al perdón te pedimos por tu Hijo, a quien hoy has llamado a tu presencia para que le concedas llegar a la verdadera patria y gozar ahí de las alegrías eternas, ya que desde este mundo creyó y esperó en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas... Azonnal vidd vissza őket a toronyra. Ne menjenek a városba. Megnézem a hegesztőt. Kizárt, hogy így megrázza, ha csak nem történt valami vele. Leégett. Valami zárlatos volt. Akkor egyáltalán nem lett volna áram, nemhogy áramütés. Magával tarthatok? Szabad országban élünk. Nem értem, mi történik itt. Éppen ezért ne avatkozzon bele. Akkor magyarázza el. Megéri meghalni a pénzért. Nem a pénzért teszik. Hát akkor miért? Nézze, ha a filmjéhez akarja, hagyja ki. Mondja azt, hogy rejtély. Tudni akarom. Meg akarom érteni. Nem a halál a legrosszabb, ami létezik. Mindenki meghal. De hányan élnek igazán? Akik valóban kockáztatnak az életben. Ha sose nézzünk szembe a halállal, nincs értelme élni. Akik a biztonságot választják, nem is élnek, csak foglalják a helyet. A búvárok rendkívüli emberek. A veszély az életük, ezért is kapnak ilyen pénzeket. Én nem csábítom őket. Aki vállalja, maga választja a munkát. Ha baja esik, akkor hibázott, vagy kockázhatott, vagy nem értett hozzá, de magára hozta a bajt. Ez történt Pembroke-kal is. Tudta, hogy mi az ábra. De maga küldte le. Nézze, hölgyem! Maga be akarja bizonyítani, hogy az olajfúrás a lehető legbiztonságosabb dolog a világon. Mire itt végez, annyi tornyot fúrnak majd, hogy körbefuthat az egész világon. Én munkás vagyok, Szivi. Csak a munkámat végzem. És a legközelebb éjjel égeti a lámpát, mert fél a sötétben. Gondoljon csak arra, hogy kik küldenek le minket a tenger fenekére. Maga felháborító. Amióta megismertem, dühös vagyok. Maga jó előre kitervelte a védekezését, és mindenkit zavarba hoz azzal, hogy folyton támadja őket. De ha maga egyedül van, mit szokott mondani önmagának? Mr. Handel? Miss Helen TiGeR keresi a tengeren túlról. Ó, köszönöm. Helen? Halló, Ira? Szia! Jó, hogy felhívtál! De nagyon rossz a vonal. Figyelj, egyszerűen fantasztikus az anyag, amit küldtél. Az Island Marine nagyon boldog. Fogalmat sincs, hogy mibe csöppentem bele. Csak egy telefon van itt, azt használom. Azt mondtad, küldjelek valami komoly munkára. Nem erről van szó. Szerintem álljunk le ezzel az egésszel. Helen, van fogalmad, mekkora összeget fizet nekünk ezért az Island Marine? Szia, ezt nem tehetjük meg velük.
kell, hogy legyen egy másik furcsa. Rotorony, egy másik helyszín valahol. Csak ne ez! Helen, ha nem csináljuk meg, tönkre megy az ügynökség. Figyelj, semmi gond, ha nem csinálod meg. Majd küldök valakit, hogy csinálja meg helyetted. Ne! Ha meg kell csinálni, megcsinálom. Hogy? Semmit se hallom. Megcsinálom! Jó, de már kezdtem aggódni. Ne aggódj! És mikorra várhatom a folytatását ennek a te remek filmednek? Amint el tudom küldeni innen a világ végéről. Figyelj, Helen! Ha már beszélünk, hagyd ezt a kemény realizmust. Nem gondolod, hogy kicsit túlzás, amit a búvárokról küldesz? Nem azt mondtad, hogy remek, hogy csodálatos? Igen, az, hát persze. De kezdünk átesni a ló másik oldalára. Új hozzáállásról beszélek. Ismered a vállalatokat? Ugyanájra! Hová tűnt a bátorságod? Használd azt, amit küldök. Hé! Hey, hívj majd, rendben? Persze, jó étvágyra. Helen, ez itt Miami. Itt reggel van. Frank Pembro azért halt meg, mert hibázott. Ketten is meghalhattak volna. Tehát ime LaForge első törvénye. Aki hibázik, megfizet, de a többiek ne kockáztassanak azért, mert az illető hülye. Egy hetes késésben vagyunk. Tehát túlórázni fogunk. Én diktálok. Éjjel is? Hát sose adja abba. Ebben a mélységben nappal is sötét van. Jim, miért vesz fel valaki búvárruhát, és megy le a napfénynél is mélyebbre, ahol a nyomás szinte összetöri a csontjait? Ben szerint nem a pénzért. Ő nem ezért, de a többiek igen. Hol mást kereshetnének napi $1000? És a búvárkodás rabul ejti az embert. Majd egy napon 600 lábnál valami megszakad itt belül. És lenéz a kezére, és tudja, hogy ha lyuk van a magas nyomású csőben, amin dolgozik, le fogja tépni, ha elszúr valamit. És akkor rájön, hogy maga is halandó. Felnéz a csillogó felszínre ott a magasban, és reméli, hogy még egyszer feljut odáig. A legtöbben, akik egy ilyen kaland után feljutnak a felszínre, vesznek egy házat. Jó messzire a tengertől. De maga nem? Nem. Vannak dolgok, amire nincs magyarázat. És a kölyök azóta is ellát munkával. Kedveli, ugye? Nagyon régóta ismerjük már egymást. Még az apja hajóján dolgozott, mikor megismertem. A bájón, a Mississippi torkolatánál. Sokat változott? Hopp már be! Adjál nincs békén, sokat változott. Ne szórakozz vele! Már le róla, most mire csinál? Hé, hey, hagyd oda! Hagyd abba már, visszajön! Hé, te barom! Hé, ne bomolj! Álljál meg a személy! Elég, elég, elég! Hagyd abba, elég volt! Azt mondtam, elég, elég! Hagyd abba! Mit akarsz, marász? Vigyétek innen! Vigyétek! Állj oda! Na jó, folytassátok a munkát, rajta! Gyerünk, folytassátok! Fáradtak az emberek. Folyton marakodnak. Pihenniük kellene. Különben balhé lesz. Majd, ha befejeztük... Most, Ben! Vagy nem fogják befejezni. Hibázni fognak, és késésben vagyunk. Ugye nem akarod, hogy nekik is bajuk essen? Csökkentsd a munkaidejüket. Partra kell menniük. Figyelj! Nem bízom bennük a parton. Ezek férfiak, nem gépek. Bíznod kell bennük. Szabad emberek. Ez nem börtön. Már régóta várnak erre. Jól dolgoztak, megérdemlik. Rendben. Ha feljöttek, kapnak 24 órát, de vigyázz rájuk, ne legyen balhé. Menj te velük, rád fér.
Ez az Island Marine legújabb mélytengeri fúrótornya. A Prometheus a valaha felépített legnagyobb torony. Ha a szárazföldön állna, 50 emelettel magasabb lenne, mint a New Yorki Empire State Building. Több mint 80 kútja biztosítja majd Amerika jövőbeni biztonságos ellátását. Hála a modern technológiának, a tornyon annyi biztonsági rendszer található, hogy egyáltalán nem jelent veszélyt a környezetre. Sőt, a torony víz alatti szerkezete új halászterületeket hoz létre azáltal, hogy szinte ide vonzza a tengerben felelhető összes halfajtát. A Prometheus csak az első... Óriási trükk. Ilyen halakat még sosem láttam. Ez nem az én filmem. Teljesen más filmet csináltak az anyagomból. Mással is előfordult. Élvezi, ha sértegetett, ugye? Dehogy. De most már legalább egy szinten vagyunk. De én nem ezt akartam. Átírták a szövegemet. Nem az én filmemet használják. Közölték, hogy a pillanatnyi hangulat miatt nem mutathatom be a valóságot. De legalább igaz lehetne. Ez hamis. A kinti világban szeretik a hamis dolgokat. Valami rendkívülit akartam mutatni. Nos, bemegyünk a faluba. Nem tart velünk? Velünk. Jó, velem. Minek? Inni? Az a valóság, hogy nem bírja a piát. Hé, haver! Jó erőben vagy? Ja, és állom a fogadást. Igen? Én megduplázom a tétet. Jó, picim. A vesztes fizeti a cehet. Most mindenki ingyen ihat. Szólna a mixernek, hogy ha még több vizet tesz a piába, akkor legközelebb mentőmet is adjon az italok elé. Gyerünk! Mutasd meg neki, Romano, rajta! Erősen ez az! Hé, mire vársz? Gyerünk! Ez az, ne hagyd magad! Gyerünk, Romano! Ne hagyd magad! Sikerülni fog! Na, most vidd le! Mutasd meg neki, Romano! Na, gyerünk! Gyerünk! Ez az! Gyerünk! Ez az! Vesze! Szóval arra gondoltam, talán jobb lenne, ha mással próbálkoznátok, értik? Én tudom, hogy miért vert meg. A búvároknak csak a szájuk jár. Nincs erejük. Valóban? Hé! Szóval, ha kárt okoztok, visszamentek a sitre. Ne aggódj, főnök. Ilyen kellemes helyet sose tennénk tönkre. Különben is gondolom, ez az úr egyáltalán nem akar sértegetni minket. Haver, élvezd az életet. Nem ütöttem meg, én hozzá se nyúltam. Ah!
Én megtehetem. Szép volt, Amel! Gyerünk pihenni, gyerek! Gyerünk, pipikék! Na mi van? Gyere, gyögyörűségem! Gyere velem! Én így se járt. Mondták már magának, hogy milyen bőbeszédű? Nem. Gondoltam. Nem ez a legrosszabb dolog a világon. Csak szeretném, ha nem esne bajuk. Szerintem jobban viselkedtek, mint maga. Vannak erényeim is. Foglaltunk szobákat. A vállalat fizeti, de nehogy felébresztétek a vendégeket. Vannak itt? Nem tudok róla. Édes kicsi hercegnő! Na és én? Csak egy kulcs maradt. Maga, szeretném, ha tudná, hogy napi 5 mérföldet futok. El tudok bánni magával. Ez fenyegetés? Olyan, mint a többi. Ismertem már ilyen férfiakat. Egy ilyen férfi felesége voltam. Titkolta az érzelmeit. Képtelen volt bármilyen őszinte megnyilvánulásra. Mondtam már, ez munka. Itt nem lehet hibázni. Én nem szívesen követtem el ugyanazt a hibát kétszer. Most hibát követel? Kezdem úgy érezni. Biztosan kedvelem az erős, csendes és lehetetlen férfiakat. Nincs szívük, nincsenek érzelme. A főnök hivatja most rögtön! Nem, mondd, hogy tévedett! Nem akar most rögtön látni! Inkább később beszél velem, mert ha most lát ebben a hangulatban, nagyon rossz napja lesz! Miért adtál pihenőt az embereidnek? Szükségük volt rá. Pihenjenek 2 hét múlva, ha befejeztük a munkát. Munkanélküliek lesznek, akkor majd pihenhetnek. Ne aggódj, megcsináljuk. Tessék. Ezentúl ezeket használjátok. Mi ez? Búvártáblázat. Azért vagytok késésben, mert túl sok időt töltötök a dekompressziós kamrában. Ezt honnan szerezted? Mi pénzeltük ezt a kutatási programot. Így hamarabb fel lehet hozni a búvárokat. Egerekkel és kompjúterekkel. Nem lesznek kísérleti nyulak belőlük. Ez bevált, és az öbölbeli csapatok már eszerint dolgoztak. De őket nem érdekli, hány embert ölnek meg. Hé, úgy tudom, te akarod befejezni ezt a munkát, és mindegy, hogy hogyan. Itt a lehetőség. Tedd meg. Én vagyok velük. Én döntöm el, mi a jó az embereimnek. Ha feladod, szólj nekem. De ha nem, akkor menj vissza a toronyra és használd a táblázatot.
Reggel már vissza is küldtem az embereidet. És addig egy lélek se jöhet el onnan, amíg el nem kezd termelni. Megértetted? És ne merülj le velük! Ne feledd! Minden mozzanatot filmre vesznek, úgyhogy jó legyen. Ez valami morbid büntetési forma? Mégis mire vagy kíváncsi? Ha tudtam volna, hogy ennyire érdekel a munkám... Szerinted mi az ott hátul? Ez nem igaz. A francba. Mi történt? Itt van már. Na. Jól van. Mindjárt megtudjuk. Na, kíváncsi. Mégis. Beszéltem a szerelővel. Tudom, hogy te kötötted rá a rektifikáló egységre. Utasítottak. Ha még egyszer itt látlak, megöllek. Ez az! Bocsát meg neki! Na erezd le! Óvatosan! Óvatosan! Ez az! Kik mentek le? Moncler és Romano az egyesben, és Vikavsky a kettesben, biztos, ami biztos. Milyen mélyre mennek? Úgy 500 lábnyira. Mennyire mehetnek? Búvárja válogatja. Minden búvárnál van egy pont, hogyha egy kicsit is lejjebb megy, nem ér vissza. Hol a búvárövem? Jaj, ne, már megint. Mi történt? Mégiscsak lemerült. A főnök a plafonon lesz. Húzz fel a kettes, Tucker! Romano, erősíts hozzá a kengyert! Szerintem pont jó! Húzd meg, szorosnak kell lennie! Va bene, señor! Még! Ne akarsz, hogy kimenjek! Mi ez? Mi történt? Csak egy gázsugár, olyan, mint egy légörvény a repüléskor. Elszabadult a cső! Lefelé tart! Elszabadult a cső, lapozsot is magával viszi! Engedd ki a kötelet, húzzátok fel! Száguldanak lefelé! Szedd le rólam már ezt az izét! Ben, hallasz? Ben, hallasz engem? Igen. Hol vagy? Egészen lent. Ki tudod oldani a harangot, hogy feljöjj? Nem megy. Rám esett a cső. Mennyi levegőd maradt? Három órányi. Figyelj! Azonnal vigyetek le a fenékre, lehúzzuk róla a csövet! Nem tudsz 1400 lábnyira lemenni. Hé, haver, van jobb ötleted? 12 órán át kell dekompresszálni. Csak 3 órája maradt. Adj 10% nitrogént és 1 óra alatt megcsináljuk. Na jó. De szóljatok, ha kezditek furcsán érezni magatokat. Vettük felszín. Most mi lesz? Megpróbálnak rákötni egy húzat, hát ha le tudjuk húzni. Ben ledobja a balasztot, és fellebeg a felszín. Nem lesz baja? Nem. Magas nyomásos idegi szindróma, ez 600 láb alatt gondot jelent. Ezért hozzáadunk egy kis nitrogént, így nem lesz bajuk. Mi történik? Lemennek. Dobjátok át a kötelet!
Voltál már ilyen mélyen? Nem. De süllyedtem már mélyebbre is. Jut eszembe, ma van életem hátralévő részének első napja. És tegnap mi volt? Jól vagy? Igen. Ne szóljak, hogy lassítsanak egy kicsit. Sikerülni fog. Ben, látod a harangot? Látom. Jó messzire van. Még 300 láb hátra van. Te csak figyeld a fényeket. Imádkozz értem. Ben, a fenéken vannak. Mennyire vagy a harangtól? Úgy, 200 láb. Mi a baj? Túl messzire sodródott tőlük. A búvár kötél csak 50 láb hosszú, sosem érik el. Ne felejts el gyertyát gyújtani. Romano elindult. Hol vagy, főnök? Itt vagyok. Balra! Gyerünk! Gyerünk még, még! Még! Na gyerünk! Van egy kis gond, főnök! Nem elég hosszú a zsinór! Igen, tudom! Leszedem magamról, meg a maszkot is, és akkor rákötöm a csőre! Lehúzom, majd visszahúzom! Nem megy. Messze van. Megpróbálom. Nézd, én hibáztam. Semmivel se tartozol nekem. Á, szövegelsz itt nekem. Én nem tenném meg, érted? Vissza! Jim, rajtam a kötél, elindult vissza! Gyerünk, húzd már vissza a segged! Gyerünk, haver! Gyerünk már! Gyere vissza! Mi történik ott lent? Romano! Romano! Hol vagy már? Mi folyik ott lent? Eltűnt. Nem ért vissza. Nem. Megpróbálom megkeresni. Ne hagyd el a harangot, nem bírod ki a nyomást. Muszáj megkeresnem. Húzzátok fel az egyes kötelet. Menj vissza, felhozunk! Egy frászt! Nem megyek fel! Már késő! Fel kell jönnöd onnan! Ez az! Szedjétek már ki onnan! Rendben, tekerjétek! Jó! Jó! Még egy kicsit, ez az! Jó, óvatosan! Helyes!
Mozgás! Ocsó, jó lesz! Lefelé! És! Na, engedd jól még! Jól van, jól van. Ez az. Jó. Gyerünk ki! Jól van. Gyere. Ez az. Romano megvan? Nincs. És Clay? Útban van felfelé. Húzd! Úgy! Hogy vagy? Jól vagyok. Clay? Igen? Kösz. Jó. Nem tudom, miért tette. Nem tudod? Nem. Ismerte a szabályt. Én hibáztam. Semmit sem tettem érte. Ő nem... Nem tartozott nekem. Nem akarta, hogy meghalj. Van egy kis gondunk. Na. Fogd meg! Gyerünk, gyerünk. Na. Hallod erősebben, mozognál. Ja. Gyorsan. Hallgass a drótot. Jó, nézd meg, mi újságot álltunk. Clay, mi történik ott bent? Nem tudom. Hol fáj? Derekamnál. Éreztem, mikor felébredtem. Alvás közben dekompresszáltad. Nem én voltam, a főnök új embert állított be. Pedig tudja, hogy alvás közben nem lehet. Vegyél vissza egy kicsit belőle. Várj még, McKinley. LaForge, beszélni akarok veled. Gyere csak velem. Miért szegülsz ellen a parancsnak? Miért nem használod a táblázatot? Mert nem jó. Tudjuk, hogy jó. Akkor miért van egy emberemnek buborék a gerincében? Szerintem semmi baja. Az ötös táblázatot használom, de ha rosszabbodik, hívom az orvost. Nem engedhetjük meg, hogy 14 napig álljon a kamra. Nem leszünk kész határidőre. Öljek meg valakit a nyomorult határidő kedvéért! Nem fog belehalni! Tapasztalatból tudjuk, hogy egyesek fájdalmat éreznek, ha ilyen gyorsan jönnek fel. De még soha senki nem halt bele. Ben, szerintem ezt látnod kell. Ne! Nem érzem a lábam. Jim, hívd az orvost. Hagyd csak, McKinley. Hívom a vállalati orvost. Ugye tudod, miért azt hívja? Ha Clay meghal, majd tanúsítja, hogy nem a vállalat a hibás. LaForge! Ha eltekered, mielőtt a mi orvosunk ide ér, és utasítást ad rá, ki vagy rúgva!
Ha megpróbálsz megakadályozni abban, hogy megmentsem ezt az embert, és nem öllek meg előbb, fel foglak jelenteni bűnös hanyagság miatt. Bebizonyítom. Megvan filmer. Senki se jöhet ide engedély nélkül. Vagy ha mégis, akkor csak fájdalomcsillapítóval mehet le. Hogy vagy, Clay? Jobban, főnök. Sokkal jobban. Hé, mi ez? Mi ez? Mi az Isten? Valami gázörvény keletkezett a vezetékben. Hát furdált. Megpróbáltam, nem megy. Nem tudjuk stabilizálni, mert mozog a torony. Pár perc múlva felrobban. Le kell lépnünk. A francba! Hát semmi se sikerül így. Te meg mi a felét csinálsz? El kell engedni ezt a halálcsapdát, még mielőtt robban. Nem tudom, meddig tudunk sorsolódni vele. A francba! Rendben, hagyjátok el a tornyot! Robbanni fog! Gyerünk már, mi lesz? Mozgás! Húzzátok ki őket! Sziasd, kapd már el! Gyerünk! Gyorsan! Tűnjünk gyorsan innen! Kapd el a kötelet és erősítsd a hajóhoz! Siessenek az is összelemére! Vízbe mindenki! Gyorsan! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Mi lesz már? Bocs, szükségem van a hajóra, szálljanak át a többiekhez. Mozgás! Mozgás! Ugrás! Te is! Egy nagy frász lesz! Régóta várok erre. Elég volt! Gyerünk, gyerünk, engedjünk! Segíts már, gyerünk! Sikerült! Pillanatnyilag csak életben maradtunk, az nem szűnik meg magától. Laforge. Arthur Baldwin vagyok, az Island Marine mélytengeri fúrási részlegének igazgató helyettese, a houstoni olajfolt szakértőnk. Rusty West, igazán örvendek. Örülök, hogy megismerhetem Mr. Laforge. Szeretném megköszönni a hősies mentő akcióját ott a tornyon. Tudom, hogy pénzzel nem lehet ezt kifejezni, de szeretném, ha tudná, nem fogjuk elfelejteni. Felejtsen el, uram. Csak hallgasson meg, kérem, Mr. Laforge. Gondosan tanulmányoztam, hogy mi történt a tornyon, és szeretném, ha tudná, nem értünk egyet azzal, amit magától megköveteltek. Mit tudhat maga? Tudom, Bush hogyan hajszolta magát és az embereit, ezért nem áll már az alkalmazásunkban. Sőt, garantáljuk, hogy soha többé nem fog részt venni ilyen munkálatokban, sehol a világon. Az ilyen nem kell, nekünk maga kell. Igazán hízelgő, hogy kirúgja az egyik emberit, csak hogy megkaphasson engem. Adjuk a dumát, valójában mit akar?
Rusty megtalálta a módját, hogyan zárhatnánk el az olajszivárgást, mielőtt eléri a partokat. Súlyos károkat okoz a környezetben, és tönkreteszi a halászatot. Hisz itt csak ez létezik. $100,000 fizetünk az egyik búvárnak, amennyiben ráhelyezi a sapkát a kútra, és ezzel azonnal elzárja. Persze, maga is magas jutalomban részesül, és kinevezzük a további búvárműveletek vezetőjévé. Nem hiszi, hogy rá tudja beszélni őket erre? De biztosan, de nem megy. Miért nem? Mert nem tudunk elég közel menni, hogy segítsünk neki. Negyed mérföldet kellene úsznia egyedül 1000 lábnyira a felszín alatt. De megoldható? Kevesebb, mint 10% az esély arra, hogy élve megúszza, ha egyáltalán visszatalál. Nem kérem meg őket ekkora kockázatra. Ha meghal az illető, $500,000 garantálunk a családjának. Szemét alak maga. Őszinte legyek? Rendben. Tudom, kik ezek. A legtöbbjük egyszerű bűnöző, de van köztük gyilkos, sőt, olyan is, aki fegyverrel rabolta ki az embereket. Töltőtól helyett. Megfizettek a bűnükért, nem tartoznak magának az életükkel. Tanulmányoztam a pszichológiai jelentéseket is. Pont olyan jól tudja, mint én, hogyha én magam kínálom fel nekik ezt a pénzt, találok olyat, aki megteszi. Én se akarom, hogy meghaljon az illető, ezért gondoltam, hogy maga irányítsa a műveletet, hisz állítólag maga a legjobb. De ha nem működik együtt, egyedül csináljuk meg. Megvizsgálta az orvos? Igen, sokkal jobban van. Mi újság, Clay? Ki az? Mondd, hogy ki vagy, ha kérdem. Ben. Jézusom, ember! Muszáj ilyen ocsmájságot néznem, mikor úgyis ilyen beteg vagyok. Bizony láttam már ennél szebb arcokat. Hozhatok neked valamit? Be tudod csempészni a nőmet? Melyik lenne az? Az, amelyik hajlandó bejönni ide hozzám. Majd küldök egy kis tejet. Egy frászt. Tudod, milyen íze van a héliumos tejnek? Igen, tudom. Pocsék, pocsék az íze. Pocsék. Attól leszel nagy és erős. Gonosz, gonosz. Na, tűnj el! Akkor viszlát. Én kezdtem el. Azt mondtam, sikerülhet. Eleget tettél. Most kockáztassanak mások, csinálják ők. Ezek mindent kiterveltek. Ha én nem megyek, megy az egyik emberem. És meghal. Nem elég tapasztaltak. És a te életed? Legalább van esélyem. Milyen esély? 1 a 10-hez. Annyira félek. Amennyire lehet, megközelítjük a tüzet. Majd Laforge lemerül a víz alá. A meghatározott mélységig elúszik negyed mérföldnyit a sérült vezetékig, és ráhelyezi a sapkákat, melyek elzárják azt, ha felrobbantjuk. Ben, arra vigyázz, hogy milyen a repedés alatt maradj. Vagy elkap a magas nyomású olaj és felrepít a felszínre. Azok a repedések a fenéken egyenesen felröpítik. Átnéztük a geológiai adatokat. Tudjuk, hogy biztonságos. A vezeték sérült meg. Miből gondolja, hogy nem fog eltévedni ott a mélyben? Leengedtünk egy csipogót a fenékre nem messze a vezetéktől. A tűz úgy is ad annyi fényt, hogy tájékozódhass. És biztos, ami biztos, kilövünk egy pár irányjelzőt is a vízbe, hogy utat mutassanak és némi fényt adjanak. Kapsz egy hangjelzőt is, hogy követhessünk a vízbe. Ben, egy óra alatt meg tudod csinálni. A hátizsák 3 órára jó tartaléknak. A detonátor 3:15 van állítva attól kezdve, hogy élesre állítod. Ha akkor még mindig vízben vagy, akkor úgyis mindegy. Nem tetszik. Meg kell próbálni. Hm.
Vengem a világon! A gyerünk volt! Erre vigyázz! Vigyázz! Hozd azt a tankot! Rendben! Úgy volt megfogod. Nagyon fél, Jim. Tudom. Hol a torony? Csak a tüzet látom. Megolvadt az egész. Hadd lássam. Szia. Szia. Kérlek, gyere vissza. Aztán vigyázz magadra. Figyeld a jelzést, különben nem találok haza. Hé, szia. Rendben. Rendben, kezdjük. Jó szorosan tekert fel. Menni fog, Ben. Szia. Engedd le! Mehet! Figyelj oda! Vigyázz! Lassan! Jaj! Még! Meg! Vigyázz arra a robbanó szerkezetre! Jól fogd meg! Engedhetek! Mindjárt lesz! Vigyázz! Jó! Ez az! Mehet tovább! Engedd! Meg vagyunk! Hallod? Gyerünk, gyerünk! Ezer lábnál vagy benn. Már 1300-nál. 100 lábnyira tudunk követni téged. Rendben. Kezdjük el! Ben, kilőttük a jelzőket. Ben, hallasz engem? Minden rendben. Lehet, hogy elmegy a hang. Ha közel kerülsz a repedéshez, ne es pánikba. Ben, hallasz engem? Igen, azt hiszem félúton vagyok. Sajnálom, hátrébb kell mennünk, legalább negyed mérföldnyire. Akkor nem hallja meg a hangjelzést, sose talál vissza. Rajta, kapitány, menjünk. Nem lehet! Ezzel megölik! Ben, fújd le az egészet és gyere vissza! Hátrébb kell vinni a hajót! Ben! Ben! Felejtsd el, Jim. Nincs kapcsolat. Thank you.
Hallasz már? Közelebb kell vinni a hajót a tűzhöz. Még 2,5 óránk van. A hajó csodorja az áramlás. Hangjelzés nélkül nem talál vissza. De csak próbál kapcsolatba lépni vele. Te mire készülsz? Később találkozunk. Ne menjetek nagyon mélyre. Hadd menjen ő hozzátok. Jim, hallasz engem? Jim, a francba hol vagy? Jim! Jim? Ben, mondj valamit! Az isteni Ben, ne hagyd abba! Ben! Ben, mondj valamit! Vége. Nincs áram. Nincs már levegőm. Jim, Jim. Nincs már. Szedjétek ki onnan! Gyerünk! Tűnjünk el innen! Gyerünk gyorsan!
csináltam. Tiger! Tiger! Ezt nézd meg! Mit szólsz elegetni? Tudtam, hogy sikerülni fog!